98 nap után Magyarország történetében először az egész ország területére elrendelt rendkívüli jogrend véget ért. Június 18-án a kormányinfó jelentette be Gulyás Gergely a jó hírt. A több mint három hónapos leállást követően sorra érkeztek az enyhítések. A csütörtöki bejelentéstől szinte teljesen újraindulhat az élet. Igaz ez a nyíregyházi kulturális intézményekre is. A Móri Zsigmond Színház most már teljes nézőtérrel várja a közönséget a Rózsakert szabadtéri színpadon. Június 20-án a Tökéletes Hang című amerikai zenés végjátékot láthatják a nézők, míg 22-én, 23-án és 24-én a Tanár úr Kérem című előadásra tudnak még korlátozott számban szabad helyeket biztosítani. Március 17-én bezárt a Józsa András Múzeum is, most azonban újra fogadhatja a nagy közönséget. A szokásos nyitvatartási rendel június 20-án nyit az intézmény. A hatályos egészségügyi és biztonsági előírások fokozott betartásával fogadják a látogatókat állandó és új időszaki kiállításokkal. A régi szatnapja azonban még nem a hivatalos nyitás utánra esik, így a programban csak online vesznek részt egy félórás ismeretterjesztő film formájában. A Váci Mihály Kulturális Központ és valamennyi tagintézménye pár nappal később, június 22-én hétfőn nyit. Ennek értelmében például az alvégesi művelődési házban megtartják majd a Playmobil nyári napközistábort is.